Újabb két Moson-Magyaróvár jóvoda újulhatott meg a közelmúltban önkormányzati forrásból. Ezúttal nem külső, hanem belső rekonstrukciókat hajtottak végre a kivitelezés során. A Vackoróvodában két gyermekmozdot újítottunk fel 3,8 millió forintos összegből. Korábban itt már voltak gyerekmozdó felújítások. Ezzel tehát véget ért a gyermekvizes blokk rekonstrukciója az intézményben. A két mosdóban a csempe burkolat mellett kicserélték az összes vezetéket, illetve a berendezési tárgyakat is. Erre főként a hatékony működés szempontjából volt szükség. Elhasználódtak már a burkolataik, illetve korábban beázás is történt itt a mosdókban. Ugye lapos tetőről van szó, és itt a lapos tető szigetelésről ilyen függőleges elvezetőn érkezik a csapadékvíz. Pont ezeken a gyermekmosdókon keresztül ezeket ki kell cserélnünk, tehát itt ki is bontottuk a falat, úgyhogy ezek ott égtelenkedtek, ezeket el kell tüntetni. A meglévő burkolatok elhasználódtak, ezeket cseréltük, és a berendezési tárgyakat is, tehát a fajanszokat. Ennek kivitelezése 3,8 millió forintba került. A Vackoróvoda felnőtt mosdóinak felújítását ősszel tervezi a helyi önkormányzat. Ezzel egy időben elkészült az Őzikés óvoda felnőtt mosdóinak a rekonstrukciója is, szintén önkormányzati forrásból 1,3 millió forintból valósult meg. Itt hál' Istennek a gyermekmosdókat a korábbi években már fel tudtuk újítani. Itt volt, ami önkormányzati saját beruházásból, volt, amely pedig óvodai alapítvány forrásából újult meg, vagy szülői felajánlással. Így a felnőtt mosdók felújítása következett, itt most kettő felújítása került sor. Az Őzikés óvodában szintén a burkolatot, valamint a berendezési tárgyakat cserélték ki.